Aki igazi elbeszélő, a felületeket mutatja, s alatta az élet mélységét. Minden tud, de erről hallgat. Azzal hat, hogy amit művel, az érzékletes. Hasonlít az alkotó természethez. Az sem okoskodik és fecseg. Csak van. Mi az a szerelem? Mi az szerelem? Mi az szeretni? A szerelem a vér színes füstje. Az érzékiség túlvilági tűzijátéka vagy szivárványa. A szerelem a magány úton való futás. Az önkívület. De a nő feladata ma is és mindig csak az, hogy a férfi káprázata legyen. Hogy igényességével, lelkiségével kerülő úton hasson az életre. A férfi cselekszik. A nő van. Isten rajongói kizárják magukból a világot. Feláldozzák kötelékeit. Csak arra törekszenek, hogy a dolgok sokféleségétől megszabadulva elveszítsék értelmüket. Egy pontra rögzítsék tekintetüket. Teljesen üresek legyenek. S megteljenek Istennel. Misztikus nem is gondol Istenre. Mert benne van. A szerelmes se gondol kedvesére, mert egy vele. És amikor magával foglalkozik, vele foglalkozik. A szerelem kevéssé függ össze a szépséggel. Csak Platón fogalmazása nyomán hisszük, hogy kedvesünkben a szépséget szeretjük. Szeretlek, mert szép vagy. Ez a féle platóni vízhang. Az igazi vallomás ez. Szeretlek, mert vagy. Mindnyáján ábrándozunk arról, hogy valamikor boldogok leszünk. Mit képzelünk el ilyenkor? Többnyire valami állandót, szilárdat, tartósat. Például egy kastélyt a tengerpartján, kertet és csöndet körötte. Egy nőt, gyermekeket, családot, esetleg pénzt vagy dicsőséget. Ezek csacsiságok. Az ilyen képek kiskorunkban jelennek meg előttünk. Igaz, ma is megjelennek, ha a boldogságról képzelődünk. Mert igazi és éber álmainkban mindig csecsemők maradunk. A mese ez. Az örök és légüres mese. Ennek a kastélynak, akár a mesebeli kastélynak, nincs tervrajza, átírási költsége, adóalapja. A nő, akit magunk elé festünk, testtelen és lélektelen. Nem is vagyunk vele semmiféle viszonyban. A gyerekek, akiket álmodunk, soha se betegszenek meg kanyaróban, és soha se hoznak hazarot.